Izgalmas és gólokban gazdag mérkőzést játszott vasárnap az Adorján Tisza és a nagybecskereki Radnicki csapata. Az első gól már a 9. percben megszületett, amikor egy a 16-oson belüli szabálytalanságot követően a 11-es pontra mutatott a játékvezető. Zolna így pedig maga biztosan értékesítette a büntetőt. A hazaiak a 21. percben pedig már 2 góllal vezettek. Ekkor Milikić volt eredményes, és nem sokat kellett várni a következő Adorjáni gólra sem. Kilibarda a 34. percben 3-0-ra növelte a Tisza előnyét. A második félidőt a Radnicki támadóbb szellemben kezdte, ennek köszönhetően Turkuja szépíteni tudott az eredményen. A vendégektől többre azonban nem tellett, és a mérkőzés végén az Adorjániak közül még Fejűs Áron is gólt szerzett, így a Tisza maga biztos 4-1-es győzelmet aratott. Egy nehéz meccs volt, nagyon fontos győzelem azt gondolom, és egy nagyon fontos pillanatban nyertünk a riválisunk ellen. Szerintem elég meggyőzően játszottunk, és így kell továbbra is, hogy szerepeljünk. A nagybecskereki Radnicki vezetője elmondta, a csapat több technikai hibát is elkövetett, ami az ellenfél győzelméhez vezetett. A Tisza csapata győzelmével feljött a 10. helyre, míg a Radnicki továbbra is a 13. a bajnokságban.